Hello mindenkinek, én Salé vagyok, a mai nap április 14-e van, a szülinapom és a Matt Garden Buddha születésnapja. Egy napon születtünk. Néhány videóval ezelőtt, amikor a Mad Scientist-es söröket kóstoltam, azután a videó után rám írt a Mad Scientist, és küldtek nekem kettő Dark Horse Nitro Vanilla sört is, és most meg meghívtak a sajtó eseményére, illetve a megnyitó napjára a Mad Garden Buddhába. Nem kötelező nekem videózni, tehát leszögezték, hogy nem azért hívnak, hogy ilyen influencer tevékenységeket folytassak, csak hogyha van kedvem, akkor mehetek. Nagyon nem érzem úgy, hogy lenne kedvem, akkor ezt a videót nem fogjátok látni. Hogyha valami olyat tapasztalok, vagy olyat kóstolok, akkor felveszem. És ha jön összejön ebből egy teljes anyag, akkor ki is rakom. Szóval, ha látjátok ezt a videót, akkor jól éreztem magam remélhetőleg. És itt is vagyunk a Mad Garden Buddha megnyitóján. Megpróbáltam kérni egy vadonatúj ilyen Black Horse kakaós verziót. Sajnos kifogyott a nitró, vagy eltölt, vagy valami ilyesmi történt. Szóval én leszek az egyetlen, aki ezen a rendezvényen iszik egy fél decit ebből. Ez nem igaz, később megoldódott ez a probléma. Amúgy illatra nagyon jön ez a kakaós ízvilág. Illat, aroma inkább. Az esti kakaómat érzem. Hozzá ezt a stoutos, kesernyés kakaó ízt. Nem is tudom, egy cukormentes kakaó? Savanyított teje? Nem tudom, mihez hasonlít, de nyilván ezek hülye példák, mert nagyon finom tulajdonképpen. A második, amit kértünk, az nem más, mint egy meggyespítés sör. Konkrétan ilyen megy vagy eper joghurt, de nyilván mivel megyes, ezért nyilván megy joghurt. Illata van. Kicsit olyan epres beütéssel. Szénsavas joghurt. Még szoknom kell. Az előző stout kortyom után butaság. Ha egyből egy ilyen sourre rámenni. Ez teljesen más, mint bárki bármit gondol a meggyes sörökről. Mert ha egy meggyes sörre gondolok, akkor erre egyből egy ilyen édesebb cukorbombára gondolok. Ez pedig a megy savanyúságára megy rá. Fogalmas is mit beszélek, de szerintem jó, komolyan mondom tényleg. És akkor itt van egy ilyen klasszik, ezeket fog kezdenem, a Galaxy Lager. Anyukámnak a muskátlia jut eszembe róla, vagy frissen vágott fű, nem tudom. Valami zöld növény érzés kelti bennem. Ízlelőbb én megbolondultak. Most azt se tudják, hogy hova nyúljanak. Az előbb ittak egy stoutot, aztán egy sour-t, olyan savanyú lett, mint az el, és most visszatértem az alapokhoz. Teljesen hülyén csinálom ezt, inkább kóstoljuk meg akkor ezt is. Ez biztos egy lager, olyan, mint egy ipa lenne. Nem fogunk így száradni. Itt vagyunk a következő kör kóstolásában. Megint egy meccsajtisztes sörökből való bebaszó live születik. Hogy az ismerőseim hangoztatják azt a bizonyos videót. Igen, itt már fogytak a dolgok. Tehát először is én kikértem egy Your Weekend Lover-t. De ez nem az. Ez az. Szóval ez a Your Weekend Lover, ami, mintha egy limonádéba elfelejtettem a cukorszirupot rakni, de kétszer annyi Olympus citrom került volna bele. A Tokyo limonédre emlékeztet, csak sokkal savanyúbb. Meg erősebb szerintem. Habár itt nem derül ki, hogy hány százalékos pontosan ő, de nagyon ízletes. Majd itt ez a másik, a Mingles 2. Sokkal sörösebb illatban is, nem ennyire limonádé jellegű, mint az előző. Nem derül ki a nevéből, de ez ilyen ipa-apa közötti átmenetnek érzem én a keserűségében. Ha választom kell kettőből, akkor én ezt választanám, és szerencsére ezt is választottam. Ez nem az enyém. Itt megláttuk a rendezvényen, hogy valaki kikért egy ilyet, de ez egy koktél, nem egy sör. Először azt hittem, hogy majd most a rókalandéknak bemutathatjuk, hogy hát, kék sör, még mit nem, zöld sör, de ez nem sör. Ez egy bazsalikomos gines koktél, nagyon intenzíven bazsalikomos, mert egy turmixbe készült, és ellestem a receptjét. Pontosan egy fél citrom leve, körülbelül 2 cent cukorszirup, mentbele gin, abból 3 vagy 4 cent, kb. Jó marék vasalikom, bele egy turmixgépbe, zúzott jég, összeturmixolva, aztán áttöltve egy shakerbe, amiben jég van ismét,
és aztán dupla szűrő segítségével két égre kitöltve, és ez a zöld ital, aminek még mindig nem tudom a nevét. Picit pesto illata van egyébként, az igazság pillanata. Egyszerre bazsalikomos és édes. Egy nyáron, talán tavaly nyáron ittam egy bazsalikomos, eperes limonádét, tehát az jut róla eszembe, ebben még lehetne megőrülíteni egy kis eper, vagy málna sziruppal, de sokkal clickbaitesebb, hogy ilyen zöld, meg sokkal finomabb. Nagyon finom ez a bazsalikom. Nem tudtam, hogy ennyire szeretem a bazsalikomot. Megeszem így pizzákon, meg pestóban, de imádom a bazsalikomot. Erről lehet rájönni, hogy imádod a bazsalikomot, hogy ez ízlik. Ez egy hülye példa volt. Szóval, ha belekóstolsz ebben, rájössz, hogy a bazsalikom egy imádni való növény. Harmadik kör, mármint negyedik, a harmadikből kimaradtatok. Szóval van egy vágóképem arról, hogy megmond nekünk a helyi Marci egy ilyen Cherry Sour barrel projektet. Ez nem is egy barrel projekt, hanem egy Meat Scientist sör. Mondjuk a viaszos kupak, meg az, hogy hordóban érlelik, az eléggé megtévesztő volt. Szóval remélhetőleg nem tévedtem akkora nagyot. Itt van a bizonyíték. És ezt így megittuk mindannyian. Így nem is tudom, 5-6-an voltunk rá, és nagyon finom volt. Nem is sör, inkább egy ilyen konyakmegyre emlékeztetett. Vagyis hát csúnya szó erre, sokkal ütősebb, mint egy bármilyen sör. Viszont, amit most fogunk kóstolni, az nem más, mint egy Mango Bay mezcalit. Ez egy koktél szintén. Az a különbség e között, meg az előző bazsalikomos koktél között, hogy ezt nem néztem végig, hogy hogyan készül. Szóval csak annyit tudok, hogy Mango Bay-ből készül, és oldalt pedig sókruszta található, de nem is akármilyen, hanem ilyen füstös só. És a mezcalitból adódóan sejtem azt, hogy valami tequila vagy mezcal dolog is lehet benne a dologban, a pohárban benne. Füstös és nagyon erős. Most beindult a turmixgép, szerintem egy ilyen basil bomb készül éppen, amit az előbb nemrégiben fogyasztottunk, viszont visszatérve erre, az italra, elképesztő a mexikói érzést áraszt. Nagyon füstös ez a só, sokkal erősebb, mint az előző bazsalikomos gines történet. Ez egy takóra van szükségem, hogy ezt itt tudjam maximálisan élvezni. Kértünk is egy sertéses és egy marhás takót, hamarosan érkezik. Hát ez a harmadik vagy negyedik kör, nem is tudom már pontosan. Minden esetre van itt még egy koktél emellett a füstös mangós mellett. Ez pedig nem más, mint az Acid Frangelico, amiben található narancslé, citromlé, eperpüré. Az alkoholra nem emlékszem, mert egy ilyen furcsa pap formájú üvegből lett kitöltve, illetve a málna szemek a dekoráció. Kóstoljuk csak meg szépen. Életed itala? Nagyon jó. Istenem. Az a durva, hogy nem érzem, hogy epres lenne. Valamiért egy csokoládéra emlékeztet. És mi az Isten? Hogy lehet ez? De most elkezdett savanyú lenni a csokoládé. Kurva jó! Nem tudom mi ez. Elkábultak az ízlelőbimbóim. Fogalmam sincs, mi zajlik le ebben a pohárban tulajdonképpen. Viszont megérkeztek a takók is. Íme egy sertés takó. Ez pedig itt egy marhás takó, de ez ugye nem az enyém, de azért lehet, hogy belekóstolhatok. Ebben a takóban található egy kis guacamole, grillezett ananász, a sertés, hús, egy lahagyma,
fűszernövények, nem tudom mi ez, és paradicsom. Ezt a takót, ezt így félbe kell hajtani, és jól folyik ki belőle a szaft harapni. Szanaszét folytam. Minden értelem. Hát ez nagyon jó. Nem akarom elhinni, hogy ez létezik. Most ezt megnéztük. És most nézzük meg a marhásat, mert eltulajdonítottam a jogos tulajdonosától. Ja, és kaptunk mellé egy grillezett halapennyót is, illetve két jó szanaszét grillezett citromot, amúgy ezt lehet, hogy rá kéne nyomni. Az előzőre rányomhattam volna. Ez kicsit, mint a fehérebb taco tortillából lenne. Állítólag ezek a takók mind-mind gluténmentesek. Olyan, mint egy pörkölt lenne ebben. Plusz lilahagyma, plusz paradicsom, plusz egy kis guacamole. Az a rajzolgatás, az a szerencséje a takó tulajdonosának, hogy az enyém sokkal jobban ízlik nekem. De ez is baszó. Olyan pörköltes, kellemes ízűleg, de ebben az ananász, meg minden más így belerobban a számba, ebben pedig minden pontosan passzol egymáshoz. Ebben pedig úgy, nem tudom, bebasztam, de ez nagyon finom. Ebben ez is nagyon finom, nem azt mondom, hogy nem, de ez sokkal kirívóbb. Ez azt mondja, hogy harapj még, hogy megismerhess, azt meg már úgy ismerem, ez egy pörkölt. Pörkölt takóban. Az pedig nem is csíp. Ez nem egy jalapeño. Megmenekültem. És már véget is ért a nap. Hát elég fárasztó volt, meg sok-sok kóstolással teli. És hát az alkohol ez egy olyan dolog, amit nem lehet húdesokat megkóstolni. És mégis sikerült húdesokat megkóstolni, szóval most pirom még, de nem túl jól. Eléggé emlékezetes volt ez számomra, így kis kóstolásaim közül a legfinomabb kóstolásnak minősítem ezt. Köszönöm szépen a Mad Scientisteseknek, hogy meghívtak minket. És a többi magyarázkodást inkább be se vágom. Szóval tegnap este így félrészegen, de főleg fáradtan egy 15 percig magyarázkodtam arról, hogy gluténmentesek, meg laktózmentesek, meg hogy sajnálom őket, aztán meg, hogy nagyon király volt ez a kóstolás. Aztán végül a nagy nehezen elköszöntem, szóval ezt nem szeretném, nem szándékozom bevágni. Mindenesetre nagyon szépen köszönjük, hogy ott lettünk a megnyitón. Remélem, hogy tetszett nektek a videó. Ha el szeretnétek látogatni a Mad Garden Budára, akkor a Miklós tér egyen találjátok meg Óbudán. És nem volt kötelező nekem ott videózni, attól függetlenül, hogy meg lettünk hívva a megnyitóra. Sőt, én is először azt éreztem, hogy nem fogok videózni, viszont azt, amikor láttam, hogy így a sajtó esemény részen így tényleg senki sem videózik, meg hát nem tudom, hogy mennyi ilyen sajtós arc volt, nem éreztem túl soknak, szóval ez a hely szerintem többet érdemel, és akkor itt került elő a kamerám, és akkor mondtam, hogy jó, oké, akkor itt forgatás lesz, ugyanis nem szeretek olyan videót csinálni, amit már sokan csináltak. És akkor így kuriózumnak minősül az én videóm. Jó kis bebaszós life 2. Na, remélem, hogy tetszett nektek, köszönöm, hogy végignéztétek. Leírásban van egy Instagram link, TikTok link, kövessetek be, ha szeretnétek, és találkozunk a legközelebb videóban. Sziasztok!